Ez egy mese. Ő a hősöm, Pompi az én ismerősöm, én kérdem, ő válaszol, ez a mese róla szól. Szervusz, tisztelettel köszöntelek. Én is köszöntelek. Vendégem Pálya Pomponia, Pálya Cintia Pomponia. Cintia. A Vörösmarty Színház művésze. És hogy azért kezdtem Erdős Virággal, mert egyrészt a magyar kortárs líra nagyasszonya számomra, igen, varázslat összemélyiség, és a színművészek között leginkább te hasonlítasz rá, ezt hosszú tapasztalatom mondja. Kellően elvarázsolt vagy te magad is, különleges gondolatokkal, valóságos gondolatokkal, ami egyrészt a korodból fakad, a másrészt pedig azokból a tapasztalásokból, amit a színművészeti fős egyetemen, illetve másutt megéltél az osztályodban. És hogy ez mi mindenből fakad, az erről fogunk beszélgetni. De akkor még jöjjön egy Erdős Virág, mert mit mondhatnék, ez az élet Kosztolányinak szegénynek volt erre egy régi ócskatul spilázott verziója. Nekünk pedig nem lesz verziónk, hanem valóban azt szeretnénk megtudni, hogy ugye nem a sors vetett ide, hanem nagyon is tudatos döntés volt az ide szerződésed, de ennek vannak előzményei. Először is menjünk el és nézzük meg a középiskolás Pompóniát. Jó. Drámatagozatos középiskolába jártam, amit már egyébként tudatosan választottam. Előtte én néptáncoltam 6 évig, és 2 irányba gondolkodtam, vagy néptáncos szerettem volna lenni, táncművész. Felvételiztem is a táncművészetire, a 8 osztályos részére. Ez egy sikertelen felvételi volt, és akkor utána 1 évet még ráhúztam. Tehát a 7. felvételiztem, akkor magántanulóként elvégeztem volna az általános iskolát. És akkor nem sikerült ez a felvétel, és utána meg hát egyenes út vezetett a drámatagozatra. A Vörösmartit próbáltam, meg Pesti Magyart, meg a akkor még Hetényi Géza humán szak középiskolát, ami most már Nemes Nagy Ágnes nevét viseli. Fantasztikus tanáraim voltak, van egy ilyen történet, Zuti Krisztián volt a drámatanárom, még most is ott tevékenykedik, és össze-össze járunk. De még sorolhatnék neveket, de most őt emelem ki, hogy talán 2 vagy 3 hét telt el az iskola kezdés után, és odaálltam elé, hogy na jó, rendben, jók ezek a drámaórák, meg versek, meg minden, de kit vettek már eddig fel innen a színműre? Mondta Krisztián, hogy hát még senkit. Mondtam, hogy jó, akkor én leszek az első. Jó van, Popi, menjél próbálni, menjél. Jó. Hogy akkor még eléggé gyerekcipőben járt ott ez az egész drámaoktatás, és valahol a mi osztályunk volt talán előjárója ennek, 6-an főleg, akik már ilyen kemény mag maradtunk. És arra emlékszem, hogy elképesztő, intenzív műhelyi munkák folytak, és Csehovval dolgoztunk, Lorkával, és én már akkor azt éreztem, hogy fizika dolgozat, meg kémia dolgozat, de este játszom, mert repertoárra kerültek az előadásaink. Mellette pedig, hála Istennek, még másodéves koromban sikerült bekerülnöm a tűzraktérbe, ami azóta már megszűnt. Ez egy radikális színházi bázis volt akkor, és ott én esténként, amikor 6-ig próbáltam bent a középiskolába, utána mentem oda próbálni, vagy az E10-ben próbáltunk, vagy a tűzraktérben, és ott is mentek előadások. Tehát tudatos voltál. Azt hiszem, hogy igen. Én ezt elsőtől kezdve tudtam, hogy a színművészetire szeretnék menni. Készültem lélekben, mit fejben. Mit tettél érte? Ugye azt mondtad, hogy lélekben készültél. Annál azért nagyon is jól tudjuk, hogy sokkal több kell. Valószínűleg az, hogy folyamatosan olyan emberekkel vettem körbe magam, akik ott mozognak valahol a tűz körül. Főleg idősebbekkel beszélgettem, mint mondtam, este próbáltam, előadásom volt, igaz, hogy ott a tűzraktérben, tehát ott ez egy felnőtt közeg, én meg még 18 se voltam. De valahogy egyszerűen azokat az embereket vonzottam be, akik lehet, hogy idejekorán avattak be dolgokba, vagy meséltek nekem. Én megittem a szavukat, és azt éreztem, hogy egy irány van, és valahogy, nem is tudom, sosem merült fel más. Tehát nem voltak kétségeid, ez az utad. Igen. Értem. Ugye nem vettek fel elsőre, de ez nem számít ilyen értelemben. Hova?
illetve felvettek elsőre. A színművészetére? Igen. Igen, azonnal. És egy olyan osztályba kerültél, ahol érdekes módon három remek osztályfőnök volt. Igen. Egyszerre. Mit mindent lehetett, kezdjük az elején, Bagositól megtanulni? Tudni kell Bagosi Lászlóról, Rába Rolandról, Pelsőci Rékáról, három osztályfőnökömről, hogy ez volt mind a hármójuknak az első osztálya. Tehát kísérleti osztály volt? Tulajdonképpen igen, de ez hála Istennek csak 5 év után derült ki, hogy most a következő osztálynál, hogy mi mindenen kísérlet, vagy milyen kísérleteket végeztek rajtunk. Mind a hármójuktól rengeteget tanultam. Nem is tudom, hogy így szét lehet-e osztani, de mondjuk a Lacinak, vagy a László tanárnak, vagy Bagosítól emlékszem, hogy mindig ezt hallgattuk, hogy a történetmesélés mennyire fontos. Hogy én ne élvezzem magam, a kollégám ne engem élvezzen, a jelenet ne élvezze önmagát, hanem a néző értse meg, történetet meséljünk, ha nem tudom, bárhonnan jöhet a néző, ha nem érti, akkor én aztán gondolhatok bármire, meg megfejthetünk itt bárkit, Euripidésztől kezdve, hogy mit gondol, de teljesen mindegy, hogyha nem fogja tudni az, aki nézi, és nincsen helyén a történetmesélés. Ez nekem egy nagy iskolám. Egyébként nagyon érdekes pedagógus volt, ő nem volt annyira közvetlen velünk, mint a Roland vagy a Réka. Ettől volt egy ilyen mester-tanítvány viszony, amiben folyamatosan így libikókáztunk, hogy ez még létezik-e, ez egy valódi iskola, kell-e, szükséges-e, egy kényszerített tisztelet-e ez, vagy valóban használ a színház csinálásnak, vagy az alkotásnak. Szóval nagyon érdekes viszonya volt az osztályunkkal. Roland, ő ugye egy ösztönember, egy ösztönszínész, aki egyébként nem mellesleg szerintem rendkívül jó pedagógus, de pont azért, mert nem vallja magáról. Ő az én, nem is tudom, idegrendszeremhez, zsigereimhez, színészileg mondom, állt a legközelebb. Vagy ő állt a legközelebb. Ő valahogy tőle úgy lehetett tanulni, hogyha ellestük. Hogyha ő éppen nem tudta, hogy most lehet tőle tanulni. Elképesztő intenzitással tanított minket, és kért tőlünk, és vágyott tőlünk dolgokat. Réka meg, hát ő a nő, ugye. De persze az elején tyúkanyó volt, ő vigyázott a lelkünkre. Nem is tudom, talán jobban, mint az más osztályokban teszik. Valamelyikünk ezért hálás lehet, van olyan osztálytársam, akinek ez lehet, hogy nem segített, vagy pont félrevezette. Kellett rátok vigyázni? Igen, kellett, mert nagyon fiatalon vettek fel minket, a legtöbbünket. Azt hiszem 4 voltak, akik több egyszerre kerültek be. Tehát egy nagyon zsenge, fiatal osztály voltunk, nyers gondolatokkal, indulatokkal, önkereséssel, és szerintem mindenkinek valamilyen szinten szüksége volt anyára, apára, mesterre. Folyamatosan valamilyen... kutattátok, kerestétek a mélységeket? Magunkat. Mindenben? Magunkat. Önmagatokat? Magunkat, és ez egyébként ez nehézsége is szerintem egy fiatal diáknak. Vagy hát ez nehezíti ott az egyetemen, hogy tulajdonképpen 1/2 év vagy 1 év az önkereséssel megy el, és annyira nem tud figyelni az ember arra, amit már be kéne szívnia, mint egy szivacs, mert még azt se tudja, hogy ki a szivacs, aki szívja be. De ezeken át kellett esni, és valahol egymást neveltük, egymáshoz csiszolódtunk, ugye ők is elsősök voltak, meg mi is elsősök voltunk. Hogy lettetek karakter? Még egyszer? Hogy találtatok magatoknak karaktert? Hogy lettél egyéni? Hogy lettél olyan, amilyen szerettél volna lenni színészként, ez alkotó emberként? Mert ez szerintem egy hosszabb beszélgetés témája, de valóban ezt figyelem én is évek óta, hogy vannak szerepkörök, amire predesztinálva vagyunk színészként. A naíva, a díva, a cselédlányokat játszó fiúknál ugyanígy, csak talán még nagyobb a repertoár. És én azt gondolom, hogy egy színésznek ezeket, hát egy kényes kérdés, mert valahol ki kell nevelnie magában, ez nagyjából inkább a megélhetését jelenti legtöbb helyzetben, de
de azt is gondolom, hogy ezekből ki kell zökkenni, ki kell, egyszerűen ki kell törni, nem lehet elfogadni, mert nem létezik, hogy ez ennyire szemellenzővel idomított és diktált legyen. És valahol a főiskolán vagy az egyetemen erre lehetőséget kap az ember, hogy rengetegféle szerepkörben kipróbálja magát, hogyha feszíti a vágy, hogy önmaga ki akarja próbálni. Tehát mindent az eleve elrendelés ellen? Muszáj, mert utána a pálya erről fog szólni, és hogyha ott az ember nem találja meg, hogy még mik rejlenek benne, akkor szerintem félre mehet, és sajnos elfogadhat magával kapcsolatban olyan dolgokat, amik nem feltétlenül vannak úgy. Viszont így gyakoribb a krízis helyzet is, ami beóvatatlanul is belekerül, az a lélek. Gyakoriak voltak a krízis helyzetek? Nem csak ebben a kicsin csapatban. Hiszen egymásra utaltság is létezik, még hozzá nem is kicsit, ha úgy tetszik. Igen. Ha valaki elindul egy úton, és az kellőképpen rögös, már pedig ezzel a mentalitással, ez a mindent akarás, és mindent szeretnék tudni, és megismerni önmagam mentalitás, az biztos, hogy vannak olyan hátulütői, hogy épp elég lelki problémát okoz. Ezeken hogy lehet túllépni? Voltak krízis, olyan krízis helyzetek, amelyek nehezen voltak megoldhatóak? Igen, mindenkinek. Én, hogy magamról beszéljek, én valamiért azt találtam ki magamnak, hogy minden, ami elém gördül, akadály, trauma, sok, fájdalom, valami, amit nem tudok megoldani, amiben tehetetlen vagyok, ami emészt, azt annak valamiért örüljek, és mint egy komposztáló használjam fel a saját lelkemet, idegrendszeremet, testemet, pakoljam bele, hagyjak időt neki rohadni, és aztán trágyázzak belőle egy olyan munka során, amikor ezeket használhatom. Hadd nőjön. Ezáltal valahogy sikerült, azt hiszem, minden olyan dologra úgy rálátnom, ami nehezített volna engem, vagy visszahúzott volna, vagy depresszív lettem volna tőlük. Mindenre valamiért úgy tekintettem, hogy jó, ez jól jön ehhez, jól jön majd ahhoz, jól jön amahoz, emehez vagy ahhoz. És ettől kialakult bennem valamiféle szemtelenség és gátlástalanság. És nagyon érdekes, hogy most, hogy végeztem az egyetemen, most hiányoznak azok a pillanatok, amiket úgy éltem volna meg, hogy nem akarom feltétlenül rögtön elhelyezni valamilyen fiókba, ami most velem történik, hanem most történjen meg velem, aztán majd lesz belőle, ami lesz. Hogy én valamiért mindenre, ami történt velem, pecsétet raktam, elraktam magamba valahogy, véleményeztem, bitoroltam, és most meg azt érzem, hogy hiányoznak belőlem a finomságok, a finom helyzetek, az esendőségek, eshetőségek ilyen. Tehát ez megvolt még. Amikor visszaemlékszel a vizsga előadásaidra, ott már az a kérlet, gondolatsor jelent meg a színpadi alakításaidban, amire törekedtél. Nagyon szerencsés színpadon. Voltam. Szerencsés? Végig, gyakorlatilag végig az egész, hát igen, az egész 4 év alatt, amíg dolgoztunk, engem elképesztő izgalmas szerepek találtak meg, és olyan rendezői bizalmak, mint az osztályfőnökök részéről, hívott tanárok részéről, osztálytársak részéről. Én nagyon-nagyon sokféle női szerepben, meg tulajdonképpen férfi szerepben kipróbálhattam magam. Tehát a bizalmi elv az fontos számodra. Igen. És te ugyanúgy bíztál azokban, akik megbíztak benned? Maximálisan. Ennek ellenére értek csalódások nyilvánvaló. Igen, de azok valószínűleg kellettek is. És azokat legtöbb helyzetben én generáltam magamnak valami fölösleges értetlenségből és ilyen nyugtalanságból, vagy nyughatatlanságból, amire nem feltétlenül volt szükség. Őrkény legenda, mint ahogy a színház is. És azt gondolom, hogy amikor bekerültél, anyaszínházként tekinthettél rá, azért ez egy óriási lépcső. Abszolút. Főleg úgy, hogy szerencsés helyzetben voltunk, mert a Katonában is voltunk gyakorlaton, meg az Őrkényben is. És az Őrkényben tényleg olyan családiasan fogadtak minket, rögtön ilyen csemetéi lettünk, mind az Őrkénynek, a Palinak, a Magosinak, az ottani kollégáknak. Nagyon-nagyon szép emlékek kötnek oda.
és az egész osztályommal ott dolgozni, már ilyen színházi közegben, az is nagyon jó volt. De hát természetesen ott egy nagyon nagy feladat, talált meg, ami természetesen megijesztett. Ez ugye a Tartuffe elmírája. Ez Nomenáka Nagy Zsolta. Igen, igen. Hát miért? Nagyon be voltam tojva. No miért? Ezt nehezen tudom elképzelni. De, hát ugye én akkor ugye fiatal voltam nagyon, még nem is végeztem el az egyetemet, ilyen kérdéseket tettem fel magamnak, hogy én hogy leszek felesége, hihető felesége, méltó felesége az Naminak. De hát ez óriási kihívás. Igen, de valamiért nem azt éreztem, hogy wow, hogy akkor mint egy oroszlán neki fogok, és miket kell felkaparnom magamban, hanem hogy egész egyszerűen nem azt jelentem. Akkor nagyon nem is voltam rendben egyébként a testemmel, az én képem is egy picit el volt deformálódva. Talán egy picit el is bíztam magam az egyetemen, pont az ilyen sok színpadi helyzet miatt, ami megtalált, meg olyan visszajelzéseket kaptam. Elég öntelt voltam és gőgös. És valahogy ez párosult egy hatalmas rettegéssel, szorongással ettől a szereptől, meg inkább a megfeleléstől, hogy egy ilyen nívójú színházban, ilyen kollégákkal egy ilyen szerepet, és valahogy ezt a kettőt, amikor összeütközött, akkor ebből egy ilyen természeti katasztrófa lett bennem, hogy a gőgöm meg a dőjföm ütköztetve van a szorongással, és ezért én nagyon, nagyon, szerintem nem is próbáltam jól az elején, és elkezdtem rettegni olyan dolgoktól, amik lehet, hogy fel sem merültek volna, hogyha én magam nem idézem elő. Miért lettél szabadúszó? Ezért? Részben? Nem, ez így alakult. Az Őrkényben nem szerződte, vagy nem kaptam szerződést. Aztán... Hát nagyon kikészt. Valószínűleg én kiégtem egy kicsit. Van ez a burnout helyzet, vagy szindróma. Nagyon magas hőfokon égtem, és kicsit többet égettem el a szerepekkel kapcsolatban, meg a színházzal kapcsolatban, mint nem tartalékoltam egyáltalán. Minden szerephez, vagy minden munkához úgy álltam hozzá, hogy ez lesz a legutolsó. És szerintem eltévedtem nagyon. Azt se tudtam, hogy én ki vagyok, elhíztam, borzasztó stílusom volt, állandóan rettengtem, szorongtam, biztos, hogy úgy is vonzottam be az élethelyzeteket, hogy ne tudjak ezen tovább gördülni, hogy ne érjen semmilyen impulzus, ami kihúz ebből. És ekkor jött a túlóra egyébként, amit most majd hozunk ide. Igen. Mint egy ilyen sziget, vagy valami oázis. De... Ami az imént elmondottakra, én hoztam neked egy erdős virágverset. Na. Van egy ország, ahol lakom, semmi ágán lógó flakon. Van egy város, ahol élek, ahány test épp annyi lélek. Annyi lom is utcára tett fájdalom is. Ez kicsit illeszkedik az imént elmondottakhoz. Igen. Sokáig nem foglalkoztam azzal, hogy én egyébként ki vagyok, mit érzek. Mi jár nekem, valahogy minden így a színház nevében, vagy hogy ott majd jól jön, és így elvesztem félúton. No, de aztán jött a túlélés. Igen. Az akár szó szerint is vehetjük. A túlóra, igen. Vagyis a túlóra. És a túlélés. De az vett belőle. Ezt rövidesen látni fogjuk itt Székesfehérváron is, már beszélgettünk róla, de majd a bemutatón ott leszünk, ezt ígérem. Ez mennyiben segített? Hiszen ez egy monodráma és egy abszolút különleges darab. Rengeteget segített. Egyrészt színészileg egy hatalmas dopping volt. Újra feltenni azokat a kérdéseket, hogy elég vagyok-e, ki tudom-e tölteni azt a másfél órát, izgalmas vagyok-e, gondolok-e ennyit, van-e akkora eszköztáram, van-e olyan személyiségem, ami leköti az embereket. Dolgozni ezen hosszabb ideig, tehát egy fél évig azért dolgoztunk, tehát az is azért tréningezett, és azt nem felejteném ki a dologból, hogy közben Iván, Hargita Iván, aki ugye itt Fehérváron rendező pozícióban van, ő végigfogta a kezem, és végig tartott, hívott a Szutyokra, hívott a Figaróra. Tehát ő nagyon hitt bennem, amikor én azt hiszem semmiben nem hittem, és emiatt hát úgy hátul is hagytak egy kicsit, hogy majd lesz vele valami.
Nem azt mondom, hogy feltétlenül vártam volna, hogy folyamatosan csörögjön a telefon, mert mire föl. De tény is valahogy elhagytam magam, és ott állt egy ember, aki ezt nem hagyta, és ő az Iván. És azért roppant hálás vagyok neki, és leszek mindig. És emellett volt a túlóra, ami meg egy magánprojekt volt, ami az én nyelvezetem, az én idegrendszerem. Abszolút. És ráadásul sikert hozott, hiszen igen. A poszton is ott voltatok, azt gondolom, hogy az egy sikersztori. Ezt majd meglátjuk mi is. Végülis miért döntöttél úgy, hogy ide szerződsz? Hiszen tudjuk, hogy Székesfehérváron rendben van, ez egy remek társulat, egy nagyszerű művészeti vezetéssel, ha azt mondom, hogy Szikora, Bagó Berci, Hargita Iván és Horváth Csaba, azt elfogadná valamennyi színház szerintem Magyarországon, és ahol még hozzátesszük a Lendvaiékat, illetve most a Telihai, Zsótér, Novák Eszter triót, és ez ugye esztendőről esztendőre így van, most csak az idénről beszélek, akkor ez egy profi. Ráadásul egy olyan csapat, fiatalok, kevésbé fiatalok jött össze, hogy megint csak irigylésre méltó a színház helyzete. Arról nem is beszélve, de először a szerződésedről, hogy mennyi fantasztikus szerep talált meg az elmúlt időszakban. Igen. De most a döntésedről kérdezlek először. Kellett egyáltalán ezen gondolkodni, amikor... Nem. Nem? Nem, felhívott Szikora János, de hát akkor én már tulajdonképpen 3 éve itt voltam a színházban. Igen, csak hát az más. Mégis. Csak olyan volt, mintha nem lenne, tehát most épp nem lehet megoldani, de engem már nagyon úgy kezeltek. Az egy másik dolog, hogy ez egzisztenciálisan az embert hogyan próbálja ki. Nyilván, hogyha van egy fix munkahely, akkor a vízszámlát is ki lehet fizetni. Talán én ennyiben éreztem azt, hogy nincsen helyem. De Fehérvár az, hát itt hatalmas szerepeket kaptam, meg bizalmakat, meg rögtön befogadott a közösség is. Tehát én igazából már úgy kaptam itt a szerződést, hogy bementem egy papírt aláírni, igen. De hogy nem volt valami olyan eufória körülöttem. Mert világos, mert de nem feledhetjük, hiszen Haláltébában, Kafka tengerparton, Kartonpapa, Black Comedy, Mercedes-Benz, aztán most Bűn és bűnhődés nemrégiben lesz a túlóra, és még előtte áll a Csónak, vagy az Özönvíz előtt. Meg előtte volt a Szutyok, ami előtte meg a Szutyok, amit már említettünk. Figaro házassága, hogy egy ilyen lányal próbálkozhattam. Tehát ilyen értelemben kerek a világ? Nagyon. Nagyon, és most az egyetemen Médeját próbálok, mi szintén szerintem egy... Tehát még az Örkényes időszak is tart, ráadásul igen, ugye Orlai... Ott Szálak a kukfészkére, azt most vették rá nemrég. Igen, nagyon szerencsés vagyok. Igen, az Audrey színpadra tavaly hívott a Nagy Peti, aki itt rendezett a Pelikánban. Oktopuszt csináltunk, az is egy csodálatos munka volt. Most ez a Médeja, ez teljesen eltölt. Most az a szép fényes nap, amit ma olvastunk el, igen. Az is rendkívül izgalmas, és nagyon megfog. Úgyhogy én szerintem nekem valamelyest nagyon sok volt a mondhatjuk jóból. Azt, hogy otthonra találtál? Igen. Igen, azt hiszem, igen. És barátokra, társakra? Hát, és nem csak a színházban, hanem az élet különböző területein. Annyi olyan ember van itt, akikkel együtt dolgozom, és együtt szövegezek, és felugrom a nyakukba, meg végszavazunk. Akik közben egyébként nagyon sok más helyzetben is segítenek, vagy segítettek már nekem. És ez olyan nagyon ritka. És valahol én ezt keresem tulajdonképpen mindenhol. Az otthont, a biztonságot, a bizalmat. És itt van az orrom előtt. Mi pedig, hadd mondjak, a Székesfehérvári Színház barát közönség nevében, hogy mi pedig egy mosolygós szemű pálya pompóniát szeretnénk látni minél többet. Jó, ezt kívánom. Azon leszek. Jó. Így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is nagyon köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetésekben pálya pompónia volt a vendég. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Minden jót mindnyájuknak. Viszontlátásra.